A tartományi munkaügyi foglalkoztatás és nemek egyenjogúságával foglalkozó titkárság pályázatai. Véget ért a Dombos Fest. Harmadik színes vajdaság a Topolyai Tájházban. Hatodik népzenei tábor a Bajsai Etnóházban. Köszöntöm kedves nézőinket, július 7-i híradónkat látják. A Magyar Nemzeti Tanács hivatalos megbízatása június 30-án lejárt. Korhec Tamás elnök úgy véli, hogy a Nemzeti Tanács választást augusztusban kiírják, ami azt jelenti, hogy a kisebbségi önkormányzati választásokat október 2. vagy 3. vasárnapján ejtenék meg. Addig a jelenlegi összetételű MNT törvényesen működik, de nagy horderejű stratégiai kérdésekről addig már nem hoznak döntést. Az MNT aktuális elnöke Korhec Tamás a Vajdasági RTV-nek nyilatkozva azt is elmondta, az új Magyar Nemzeti Tanács felállásáig ő már politikai nyugdíjas lesz. A tartományi munkaügyi foglalkoztatás és nemek egyenjogúságával foglalkozó titkárságnak megjelentek a legújabb pályázatai. Többi között olyan képzések szervezését, illetve azokon történő részvételt támogatnak, melyeken az Európai Uniós alapok eszközeinek elnyerése véget íródó pályázatok írását tanulhatják meg az érdeklődők, mert a jövőben várhatóan az idegenforgalmi fejlesztések terén már az EU eszközeit is igénybe lehet majd venni. A megjelent pályázatokról bővebben a tartományi titkárság honlapján lehet olvasni. Májusban az átlagosnál nagyobb mértékű 0,2-től 6,1%-os áremelkedést jegyeztek a hús, a hal, a tej, a sajt, a tojás, a gyümölcs, a bor, a ruházat, a lábbeli, továbbá az ingatlan karbantartási, vízellátási és egyes kommunális szolgáltatások esetében, írja a Tanyug. A szerbiai kereskedelmi minisztérium elemzése szerint az átlagosnál nagyobb mértékben ugrott meg a szőnyegek és más padlóburkolók ára, de a bútorok és a háztartási gépek javítása, a gépkocsi javítás, a szállítási szolgáltatások, a repülőgépes személyszállítás, a filmfelvevő és fényképészeti eszközök, a hang- és képfelvevő eszközök is drágábbak lettek, s a rekreációért és a művelődésért is szokatlanul többet kell majd fizetni májusban. A Kishegyesi Dombos Fest utolsó napján a Románodrom koncertje után Lajkó Félix hegedűn és citerán zenekarával és duettben, végül pedig vendégével Dress Mihállyal örömzenét játszva részesített felejthetetlen élményben mindenkit, aki ott volt. Az idén a mindössze 4 napos Dombos Fest Lajkó Félix egy újabb felejthetetlen koncertjével zárult, ami magát a sorrendben 14. fesztivált is azzá tette. A hangverseny kezdete előtt a művész átvette Kishegyes díszpolgári oklevelét, amit a helyi közösség tanácsa márciusban ítélt oda a világhírű hegedőművésznek, folytonos elfoglaltsága miatt azonban csak most tudta átvenni. Az elismerést Juhász Bálint, a tanács előző elnöke, és Szügyi István, a tanácselnök adta át. Július 11-én pénteken 18 órakor kezdődik a 3. színes vajdaság a Topolyai Tájházban. A rendezvénysorozat idei évadának célkitűzése, hogy a vajdaságban élő nemzetek és nemzetiségek népi hangszereinek bemutatásán, hangzásvilágának ismertetésén keresztül feleljük a kultúráink közötti párhuzamokat és különbözőségeket, megismerjük egymást. Az első összejövetelen a Topolyai Vuk Stefanovics Karadzsics szerb művelődési központ népi zenekara, a Kodály Zoltán magyar művelődési központ Csalóka zenekara és Lukács Imre temerini népzenész lép fel. A belépés díjtalan, a rendezvény támogatója a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság. Július 14-től 19-ig tart a 6. népzenei tábor a Bajsai Etnóházban. Július 10-ig még várják elsősorban azon gyermekek jelentkezését, akiket érdekel a népdaléneklés és a citerázás. A népdaloktatással Kis Imre Szerda Anna, a citeraoktatással pedig Kelemen Zsolt foglalkozik. A táborozók szabad idejükben kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. A táborgála műsorát július 19-én szombaton 10 órai kezdettel tartják. További információk és jelentkezés a képernyőn látható elérhetőség. Lehetséges. Tartalmas hetet tölthettek el azok a gyerekek, akik részt vettek a Pacséri 17. református gyermek és ifjúsági táborban, amely tegnap táborzáró istentisztelettel és az elkészült munkák kiállításával zárult. Vajdaság nagy részéről is kisújszállásról érkezett 115 gyermekkel, köztük 43-tól 7 éves korú aprósággal foglalkoztak. Délelőtt bibliai történeteket, énekeket tanultak, délután pedig kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A Topolyai szülészeten az elmúlt héten egy kisfiú és egy kislány született, az idei évben összesen 85 baba látott napvilágot.
kedden egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet, és a déli óráktól egyre több felé várható záporzivatar. Szerda reggel délelőtt csökken, majd újra erősen megnövekszik a felhőzet, záporzivatar, néhol csendes eső is előfordulhat. 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön többnyire napos idő várható, 26 fok körüli hőmérséklettel. Híradónk után nyár 2014 című műsorunkban a szivárvány szakkörtáborát mutatjuk be. Műsorainkat megnézhetik a www.express.co.rs címen, a Régió Rádiót hallgathatják és további híreinket olvashatják a www.regioradio.co.rs honlapon. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!